férfi iszonyú fejfájással másnaposan ébred. Próbál erőt venni magán, hogy felkeljen az ágyból. Az ágya mellett talál 2 szem aszpirint egy pohár vízzel. A széken kikészítve tiszta vasalt ruha. Az egész szobában gyönyörű rend. Az asztalon egy üzenet. Drágám, reggeli a konyhában. Elmentem bevásárolni, sietek haza. Szeretlek. Kitámoljak a szobából, az egész lakásban minden a helyén, a konyhában meleg reggeli illatozik, mellette friss újság. A fia az asztalnál ül és reggelizik. Mondd, fiam, mi történt itt az éjszaka? Úgy volt, apu, hogy éjjel 3-kor hula részegen betámolyogtál az ajtón. Összetörtél néhány bútort, odahánytál a nappali szőnyegére, és aztán beverted a fejed a szoba ajtóba. És akkor hogy ilyen rend van, és finom reggeli vár? Amikor anyu bevonszolt a fürdőszobába, és próbálta rólad lerángatni a nadrágot, azt mondtad neki, asszonyom, vegye le rólam a kezét, én nősember vagyok!